17 különböző témában a gyakorlati tudást középpontba helyezve indít ingyenes tréning sorozatot a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Ezzel támogatná a kezdő vállalkozások sikeresebb tevékenységét az iparkamara, de azoknak is segítség, akik már működtetnek vállalkozást. Induló vállalkozásoknak, vagy éppenséggel már működő vállalkozásoknak szól, az ő működésükhöz, az ő tevékenységükhöz kapcsolódó témákat dolgoz fel. Ez egy gyakorlatorientált tréning sorozat, különböző témákkal, összesen 17 téma kerülhet, mert nyilván ugye az igényekhez igazodunk, kerülhet feldolgozásra. Gyakorlatorientált vállalkozói ismeretek átadását és készségek fejlesztését célzó képzések helyszíne pedig a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara szekszárdi oktatóterme. A nagyjából két havonta megszervezésre kerülő képzéseken mindenki kiválaszthatja a számára fontos témát az Iparkamara honlapján. Ez lehet akár irányítási ismeret, egyedi problémafeltárás és megoldási javaslatok keresése, konfliktuskezelés, értékesítés, online eladás vagy marketing témakör is, mondta Hornok Jenő tanácsadó, az Iparkamara vállalkozásfejlesztési osztályvezetője. Nyilván ezt próbáljuk úgy igazítani, hogy előzetesen felmérjük a vállalkozó igényeket, és hát ahogy egy adott téma prioritást élvez, akkor ezt a témát próbáljuk ugye nagyító alá venni. Az input programot nevezném meg, ennek a programnak a keretein belül tud megvalósulni ez a program. A Neumann János Nonprofit Kft-vel közösen hajtjuk végre ezeket a tréningeket, és neves, elismert szakemberek bevonásával tesszük mindezt. Úgy kalkulálunk, hogy ilyen két havonta, negyed évenként kerülne sor egy-egy téma feldolgozására, de természetesen, mint mondottam, igény szerint akár sűríthetjük is a tréning alkalmakat. Kamaránk honlapján elérhető a tréning sorozat tematikája is, tehát mindenki ki tudja választani, hogy számára mi az a témakör, ami érdekes lehet, és a jelentkezés is ezen keresztül online módon, de akár itt a ügyfélszolgálaton vagy telefonon, de elérhetőségek megtalálhatók. A következő kiscsoportos képzésre március 17-én kerül sor prezentációs készségek címmel. Ennek a képzésnek a célja, hogy fejlessze a résztvevő képességeit és készségeit prezentációk tartása terén, beleértve azt is, hogy hogyan hívja fel az előadó a hallgatóság figyelmét, illetve a hallgatóságra tett hatás, a hallgatóság mélyebb bevonása, a közölni kívánt tartalom hatékony átadása és a hallgatóság reakcióira adott válaszok területe is érintve lesz. Jelentkezni online lehetséges egy formanyomtatvány kitöltésével.